Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendégei Sastin Marianna, a magyar női birkózás első és egyetlen világbajnoka, valamint férje, edzője, a női szakág vezetője, Völler Ákos. Szervusztok, üdvözlöm benneteket. Már nektek tulajdonképpen el is kezdődött az idei versenyszezon, ha jól tudom. Már Amerikában már szőnyegre is léptél. Igen. Hogy sikerült az év első versenye? Hát sikerülhetett volna jobban is, harmadik lettem. Az elődöntőbe kaptam ki egy amerikai lánytól, azonban kis bírói segítséggel nyert. Igaz, hogy úgy kell nyerni, hogy a bírók ne tudjanak beleszólni, de alapvetően nem volt rossz verseny. Uh-huh. Ott voltál kint, ugye? Nem voltam ott velük, mert ez úgy alakult, hogy annyi pénz volt rá, hogy két ember kimehessen. És ez akkor edzőtábor és verseny, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én nem megyek, viszont két versenyző. Marian, neked fontos, hogy Ákos ott legyen egyébként? Hát azért sose baj, ha az emberrel van edző, szerintem. Hát csak már annyira rutinos versenyző vagy, ugye mindemetű világbajnok vagy, ugye van két ezüst egy bronz világbajnokságról, van három bronz egy ezüst az Európa bajnokságról, tehát az már dolog, akkor hogy az a rutinnal fel vagy vértezve. De az edző mérkőzésen mindig jobban látja kívülről, hogy éppen mi történik, vagy mit kellene változtatni a mozgáson, illetve a taktikán. Úgyhogy sosem probléma, hogyha az emberrel van kint edző is. De hát mondjuk egy év első verseny, ilyen bemelegítő verseny, bronzérem nem olyan rossz. Nem. Hogy van a hátad, a gerinced? Megyes hírek szerint megsérültél. Igen, össze van csúszva három csigolyám az ágyéki részen, de a múlva illikónak köszönhetően egyre jobb. Úgyhogy ő azt mondja, hogy pénteken már óvatosan tudok már birkózni. Uh-huh. Ha jól tudom, ki is hagyta le miatt egy nemzetközi versenyt. Igen, most hétvégén nem mentem Párizsba a Golden Grand Prix-ra. Az fáj neked? Hogy nem indultam? Igen. Nem, inkább a hátam legyen rendben az EB-re. Most nem ez a verseny a fontos, hanem az EB. Uh-huh. Akkor most az EB-re koncentráltok, Ákos? Hát az EB fontos elsősorban, hogy van. Lesz még előtte egy világkupa, amint teljes csapat, vagy hát így ez csapatverseny, úgyhogy indíthatunk, hála Istennek, a tavalyi világbajnokság eredményei alapján csapatot. Az is fontos, más kérdés, hogy nagyon nem fogunk tudni beleszólni ott a érmek. Mm-hmm. Nem maga a mérkőzésekbe, de az, hogy kötelező négy mérkőzés mindenkinek le kell birkóznia, az az EB előtt még jól is jön. Ez jó, az a lényeg igazából most itt. Változott valamit az életetek, hogy világbajnok lettél? Milyen tekintetben? Bármilyen tekintetben változott-e? Én szerintem nem. A VB után volt egy kicsit nagyobb felhajtás körülöttünk, mint szokott, de azóta mondhatni minden visszatért a normális kerékvágásba. Tesszük a dolgunkat, edzünk. Igazából ennyi. Ennyi akkor, aha. Majd később lesz majd igazából ennek még nagyobb értéke. Nem mindig úgy szokott lenni, hogy akkor már visszaemlékezzünk rá, hú, az milyen nagy dolog volt. És jelen pillanat, amikor az ember úgy benne él, nem is igazából érzékeli ennek a súlyát. Nem? Én nem gondolnám, hogy úgy olyan nagyon... Nem, ez így nem jó, hogy nagy súlya lenne. Persze, hogy nagy súlya van, mert az első világbajnok vagyok. Világbajnok. De én inkább úgy gondolok erre, hogy az első olyan arany, ami az enyém. Uh-huh. Mert hogy ugye van már 7 világversenyérmem, ami nem arany is, és volt már egy párszor olyan, hogy nagyon közel voltam ahhoz, hogy nyerjek, és most végre minden összejött, hogy nyertem is. Ha jól emlékszem, azért majdnem minden világversenyre úgy menték, hogy aranyat vártak tőled. Tehát magyarul benne volt a pakliba, hogy előbb-utóbb egy nagyot fogsz robbantani, ugye? Ez nyomasztott téged egyébként? Én nem foglalkoztam az ilyenekkel, mert én minden versenyre úgy megyek ki, hogy én nyerni megyek. És ez azért a körülményektől is nagyon sok minden függ, hogy az ember hogy tud adott versenyen teljesíteni. Én nem sosem foglalkoztam azzal, hogy milyen elvárások vannak velem szemben. De valahogy mindig benne volt a pakliban, lehetett érezni, hogy ha valaki akkor a lányok közül, akkor a Sastin Marian oda fog érni.
Tehát mi legalábbis kívülről így voltunk veled. Tehát mi nyugodtak voltunk. Tudtuk, hogy előbb-utóbb meg lesz. Mi is bíztunk benne, hiszen ezért dolgoztunk, illetve dolgozunk még most is, hogy az EB-ről is arannyal jöjjünk haza. Hát ez, hogy a külső szemlélő számára, hogy mindig tőlem várták, én úgy gondolom, hogy ez azért volt ilyen elvárás, mert hogy én vagyok a legidősebb a csapatban. Tulajdonképpen majd, hogy nem én voltam az egyetlen. De hát másnak közel sincs ennyi felnőtt világversenyre érme, mint neked. De nem is annyi éve felnőttek, mint én. Mm-hmm. Jó, oké, diplomatikus voltál. Hogy bírjátok ki, hogy otthon nem birkóztok? Mert ugye az a hír járja, hogy otthon nem viszitek haza a birkózást. Igaz ez? Teljes mértékben ez így van. Volt már úgy, hogy valaki szóba hozta a birkózást, és a másik rászólt, hogy itthon ne? Hát azért ilyen nincsen, mert ilyen néha nincsen. Szóba kerül, néha szóba kerül, de nem az, alapvetően nem arról van szó, hogy reggeltől estig mi a birkózással foglalkozunk. Hát van magánéletünk is, vannak más problémák is, amit meg kell oldani az életbe, úgyhogy nem csak a birkózásról szól az életünk. Tehát az ember azt gondolja, hogy problémamentes az élet, semmi problémátok nincs, minden szép és kerek. Nem. Jó lenne, de azért nem. Vannak problémák? Persze, hát mindenkinek csekeket be kell fizetni, a lakás beázik, vagy éppen valamit csinálni kell a lakásba, úgyhogy ugyanolyan hétköznapi életünk van, mint a többi embernek, csak még mellé van, hogy hónapokat nem vagyunk itthon. Ákos, gond vagy probléma, hogy ugye te vagy a női szakák vezetője is, hogy ugye a feleséged a Sastin Marianna. Nem, nekem ez egyáltalán nem probléma. Nem érzik úgy többiek, hogy lehet, hogy esetleg azt mondják, hogy Marianna kivételezze, vagy ilyesmi, tehát nincs semmi ilyen felütése a dolognak. Nem hiszem. Hát én soha nem kivételezek senkivel, vagy legalábbis megpróbálok nem kivételezni, sőt a Mariannával szemben. Lehet úgy is, hogy ő tőle többet kívánsz, még nagyobb az elvárás edzésen is és versenyen is, mint bárki mástól. Egyébként ez teher, vagy nem teher? Ez nem is fogod fel az, hogy a feleséged a Edzésen és versenyen én úgymond a főnöke vagyok, tehát azt csinálja, amit én mondok, legtöbb esetben. Otthon is? Nem, otthon egyenlők. Akkor végül is akár veszük, két Wöhler Ákos kell, hogy legyél. A Mariannak egyszerű dolga, oké. De akkor neked azért bonyolultabb egy ilyen szempontból, nem? Hogy tudd, hogy mikor vagy úgymond főnök, mikor vagy kapitány, mikor vagy edző, és mikor vagy csak férj. Hát amikor, ez nem olyan bonyolult, nem, amikor kezdődik az edzés, akkor én vagyok a főnöke, amikor vége van, onnantól kezdve én vagyok a férje. Uh-huh. Nem egy bonyolult dolog. Edzés terve beleszól? Nem, egyáltalán nem ért hozzá, úgyhogy nem. Van úgy, hogy otthon leülsz és dolgozol, gondolkodsz, mert tudom, hogy eléggé komplikált, tehát ból meg kell tervezni, hogy kivel mit, és néha ugye szabad időben is ezzel foglalkoztok, akkor nem szól? Nem. Magamra hagy, én teszem a dolgomat, meg ő is az övét. Tanácsot azért kérsz néha, hogyha megakadsz, nem? Hogy mi az, ami esetleg, vagy nem? Olyan szempontból esetleg, hogy a versenyző szemszögéből ő hogy látja. Ilyen szempontból szoktam, de magában az edzés menetében, az edzés felépítettségében nem szól bele. A Budapest világbajnoksága női szakák szempontjából is jól sikerült, hiszen két érem, ugye? Így van. Ez az igazi arca a női birkózásnak? Tehát most milyen egy EB, akkor ott is két érmet várhatunk? Nem. Hát én azt gondolom, hogy idővel ennél csak jobb lesz, remélhetőleg, hiszen nagyon sok fiatal versenyző van, aki ugyanúgy a Marianna nyomdokaiba léphet. Az, hogy most az EB-n mit várhatunk, azt még nem tudjuk. Jelenleg van sérült a csapatba, az, hogy fogjuk összerakni az induló csapatot, ki melyik súlyba, hogyan, ez még jelenleg kérdéses, úgyhogy innentől kezdve még nem tudok mit mondani semmit. Marian, igaz az, hogy még az olimpiára nem is gondolsz? Tehát te csak mindig, csak szűken egy évre tervezel? A következő világversenyünk, és az körülbelül olyan fél év. Ha az olimpiával foglalkoznék, ami 2,5 év múlva van, akkor a következő EB, illetve VB-k, amiken mondjuk indulok, azzal ki fog foglalkozni. Uh-huh. Úgyhogy mindig csak egy világversenyre, mindig a következő világversenyre akkor koncentrálunk. Most az EB-re? EB-re, sem másra nem. Hát az olimpiával teljesen fölösleges is foglalkozni olyan tekintetben, hogy... Hát mindjárt 2016. Igen, de
nekünk kvalifikálni kell magunkat, nem mondjuk, mint az úszóknál vagy az atlétáknál, hogy egy szintet kell teljesíteni. Igen. Nálunk kvalifikációs verseny van. Úgyhogy teljesen fölösleges még az olimpiával foglalkozni, mivel hogy oda előbb ki kell jutni. Az olimpia mennyire humus neked? Hát remélem nem az. Az most egy dolog, hogy kettő olyan olimpián van, ami nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de mind a kettő egy olyan súlycsoportban volt, ami úgymond kényszerű döntés volt, mert hogy ugye az 59 nem volt olimpiai súly. Igen. És a 63-ban, illetve mi a 63-at választottunk, mert 55-ben le tudtam volna fogyni, viszont gyanús, hogy az első vagy a második meccsen megsérültem volna, mert nem bírták volna a térdeim mondjuk a 10-12 kiló fogyást. És úgy gondolom, hogy az 58, ami ugye az új súlycsoport, az egy kicsit közelebb. Igen. Ez olimpiai? Igen. Súlycsoport is egyben? Na, akkor ez jó, akkor így van idő, akkor beleerősödni, hozzászokni. Bele kell egyáltalán neked? Hozzá kell szokni? Változhatnak az ellenfelek? Mások lesznek? Mások lesznek, mert vannak olyanok, akik a 63-ban ugyanúgy csak kényszerűségből mentek fel, mint én. Viszont van, aki már mondjuk ott maradt 63-ban. Viszont a japánok háromszoros olimpiai bajnoka, aki 63-ban volt olimpiai bajnok, az legjobb tudomásom szerint 58-ban fog indulni. Ez nem jó hír. Mindenki verhető, úgyhogy én így állok hozzá a dologhoz. Küzdöttél már vele? Kétszer. Igen, kétszer. És milyen? Jó, tudom, verhető. Ügyes, maradjunk ennyiben, igen. Nem erősebb, mint én, csak mondjuk tudja, hogy mikor mit kell csinálni. De te is tudod. Persze, csak ő mondjuk 5 éves kora óta ezzel foglalkozik, én meg még csak 12-3 éve. Van egy kis előnye. Itthon nincs senki, aki meg akarja szorongatni Sastin Mariant? Vagy le akarja éppen lökni a trónról? Tehát még ettől nem kell félned? Hát mivel ugye a Barka Emesének megszűnt a súlya, úgymond az olimpián, az 55 kiló, ezért ő majd 58-ban próbál meg engem kiszorítani. Ez gond, nem? Két válogatott egy súlycsoportra, tehát, ugye? Én nem hiszem, hogy ez gond lenne. Legalább a Mariannát egy kicsit valaki üldözi hátulról, őt is jobban ösztönzi arra, hogy igenis jobban kell teljesíteni. Szerintem ez még jó is lesz az olimpiáig. Aztán majd meglátjuk. Jó, csak egy súlycsoportba egy ember megy. Hát egy súlycsoportba egy ember megy, így van. Tehát akkor itthon kell hagyni egy szinten egy jó képességű, nemzetközi szinten eredményre képes versenyzőt. Nem biztos, hogy itthon kell hagyni, vannak még alternatívák megoldásra. Gondolkodtok akkor? Persze, hát gondolkodunk még egyelőre, nagyon ráírunk, de vannak más alternatívák is. Az EB-n akkor 58 kiló? 58, így van. Akkor nem 60. Nem. Tudatos, szándékos? Persze. Egy évben hányszor fogsz lefogyni 58-ra? Hát nem hiszem, hogy túl sokszor. EB, VB? Az EB biztos, a VB-t majd még meglátjuk. Még a VB indulásom sem biztos. Na, hogy? Hát mert már elmúltam 30, és azért testemre is vigyázni kell olyan tekintetben, hogy mondjuk kibírja a kvalifikációig. Az olimpiai kvalifikációig. Így van. Érezne ennek hatását, hogy már... Nem annak, hogy 30 éves vagyok, hanem a 20 év munkának inkább annak a hatását érezni. Hát a derekam is ennek köszönhetően fáj, hogy el vannak kopva. Könnyebben sérülsz meg, nehezebben regenerálódsz? Nem mondanám azt, hogy nehezebben regenerálódok, inkább az, hogy mindig fáj valami. Pont emiatt a kopások miatt. De gondolom, még elmentek egyszer-kétszer orvoshoz megvizsgálni, hogy mit lehet, mit nem lehet. Meddig bírja a szervezete, és meddig nem, vagy... Hát ezt nem tudja megmondani senki. Senki sem lát a jövőbe, úgyhogy ezt senki nem tudja megmondani. Érdekes. Persze így nem lehet megmondani, hogy most meddig lehet terhelni egy versenyzőt, és mikor kell azt mondani, hogy most tényleg szervezete már jelez, hogy... Ja, hát ezt meg lehet mondani, hogy mikor tartsunk egy hosszabb pihenőt, ilyeneket meg lehet mondani, de az, hogy az izületei esetlegesen meddig bírják, hát ezt nem lehet előre megmondani. Akkor marad egyelőre akkor a munka, az edzés, ugye? Persze, egyértelmű. De hátad miatt most még nem tudsz rendes munkát végezni, vagy annyi, tévedek? Hogy birkózni.
Technikázni tudnék, de a gyógytornászom szerint még ne erőtessük, inkább pihenjük, és akkor majd pénteken egy óvatos technikát megpróbálunk. Egy ilyen birkózó házaspárnál, egy szürke hétvége, akkor nincs verseny, nincs semmi. Hogy zajlik? Mivel foglalkoztok? Hát jó esetben barátok társaságában vagyunk, tehát az úgyis ritkán találkozunk velük, és hogyha ilyen lehetőség adódik, akkor ezt megragadjuk, aztán összejövünk többen. Van valami közös hobbitok? Vagy valami? Hát, inkább ki szoktunk találni programokat, hogy épp mit csináljunk. Tehát olyan hobbi, ami meghatározza az életeteket, olyan most nincs akkor birkózás mellett. Szeretünk színházba, moziba járni, csak ugye a színház alatt a baj, hogy ezt egy 2-3 hónapra előre meg kell venni a jegyet, és úgyhogy... Szóval nem tudjátok, igen, hogy mi lesz akkor. Igen. Edzőtáborok, azok nektek akkor viszonylag nektek kényelmesek, nem? Hiába mentek el 2-3 hétre, nektek az úgy jó, fogyasztható. Hát olyan tekintetben, hogy együtt vagyunk, igen. Úgy igen. Érítkednek is a csapattársak, mi? Szerintem nincs ilyenről szó a csapatban. Ők hát úgymond hozzászoktak, mert hogy igazából ugye mióta az Ákos a női szakágnak az edzője, illetve szövetségi kapitánya, azóta mi már házasok vagyunk. Igen. Úgyhogy ők már ebbe úgymond helyzetbe kerültek bele. Ez a normális. Meddig leszel a női szakág vezetője, Ákos? Hát ez megint olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni. Jól érzed magad akkor? Hogy ne, én nagyon szeretem a lányokat, sőt magamban már régebben is egy célként tűztem ki azt, hogy minél jobban tudjam őket segíteni. Mert átérzem a helyzetüket, átérzem azt, hogy mennyi munkát tesznek bele, úgyhogy szeretném őket minél tovább segíteni. Annó, emlékszel még rá, hogy lettél a női szakág vezetője? Honnan jött a megkeresés, az ötlet? Persze, természetesen, emlékszem be. Hogy történt? Hát ez úgy történt, hogy a 2010-es világbajnokságra felkértek, hogy csináljam meg a Mariannak a teljes felkészülését, illetve még akkor volt a Szabó Emese is, hogy ő is csatlakozna hozzá. És én mondtam, hogy persze, természetesen segítem, elvállalom, csinálom, hiszen akkor már a klubedzője voltam. És, de akkor még fiúkkal is foglalkoztál, nem? A gyerekekkel, igen. Uh-huh. Hát gyerek, kisfiúk, kislányok, aki volt éppen a Vasasban. Aztán, hát hála Istennek a Vasasban ugye partnerek voltak ebbe, tehát hogyha elmentem vele külföldre, vagy velük elmentem külföldre, akkor elengedtek, ha visszajöttem, akkor folytattam az itteni munkámat. És cserébe a 2010-es világbajnokságra engem kivittek, mint edzőt. És akkor utána érkezett a felkérés a szövetség részéről, hogy esetleg elvállalnám-e, hogy 2010 november környékén érkezett ez a felkérés, és akkor 2011 majd februárban mondtam igent. Akkor az élet úgy szépen alakította. Így van. A pályafutásodat. Mikor éreztél arra, hogy egyáltalán edző leszel? Tehát jó leszel edző, mert nem mindegyik birkózó, nem mindegyik kiváló sportolóból lesz jó edző, mert azért arra születni is kell. Hát most ez a jó edző kérdés, ez azért nehéz. Én sosem mondtam azt, hogy jó edző vagyok. Szeretnék egyszer jó edző lenni, inkább ezt mondom. Én gyerekkorom óta birkózással foglalkozok, úgyhogy nagyon máshoz nem is értek. És soha nem is gondoltam arra, hogy esetleg valami más munkát tehát válasszak. Mikor versenyeztél is, azért tudtad azt, hogy ha majd befejezed, akkor edző leszel? Tehát ez ilyen tudatos... Így van, tehát ez teljes mértékben a tanulmányaimat is ez irányba tereltem. Uh-huh. Nálad is már így lehet tudni, Marian, hogy edző leszel majd? Nem. Biztos, hogy nem. Hát ott nem egyszer, nem egy. Az élet az ilyen. Mindenki másképpen reagál ugye arra. Meg női szakágnak el tudnám képzelni egyszerűen az élén a Sasti Mariant. Hát én nem. Na, miért nem? Max, hogyha a háttérből tudom segíteni őket, akkor... abba talán, de én nem. Edzői vína az nincs meg benned. De gondolod, hogy birkózástól nem akarsz elszakadni. Hát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Mit tervezel akkor? Én nagyon szívesen dolgoznék a közigazgatásban, mert hogy nekem van két közigazgatási diplomám. Úgyhogy én ott nagyon szívesen dolgoznék, engem ez nagyon érdekel. Ezen belül mire gondoljunk?
Hát akár a sportigazgatás, de ami adódik. Uh-huh. Akkor az edzőséget meghagyod a páradnak. Persze. Akkor ő szenvedjen a lurkókkal. Hulljon ki az ő haja. Már szerintem így is hullott ki miattunk egy pár szál haja. Szoktatok néha veszekedni? Olyan komolyabb veszekedésre én nem emlékszem, max vitatkozni. Uh-huh. De persze ez mindenki... És meccs után is? Hogy én nem úgy éreztem, nem úgy láttam, nem úgy volt, vagy úgy... Nincs ilyen vitat köztetek. Főleg, hogyha mondjuk nem jól birkóztam, vagy uh-huh. nem úgy alakult, ahogy terveztük, akkor persze akkor hangos szóváltásra szokott sor kerülni, de alapvetően meg szoktuk tudni beszélni. Nehéz visszafogni magad néha? Mert gondolom, mást is mondanál, de tudod, hogy a párodról van szó, ezért fékezed magad. Megmondom őszintén, nem szoktam visszafogni magad. Nem? Na. Tehát úgy a verseny hevében az egy másik állapot, az teljesen tudom, más. Akkor teljesen az ember más. Elengedés, akkor nem ami jön, amit gondol. Így van, így van. Hát megszokta ő ezt már, tehát tudja, hogy nem ellene irányul, hanem érte. Uh-huh. És utána megbeszéltek, és akkor hát minden. Sokszor meg se kell beszélni, mert tudja, hogy nem azért mondtam, hogy megbántsam. Marianna, világbajnok vagy. Hiányzik egyébként neked a ERPA bajnokságról az aranyérem? Persze, mert még nincs. Akkor az most egy valós, éles cél, hogy most az EB-ről akkor egy aranyéremmel kell hazajönnöd? Hát az, hogy kell, azért ez így merész kijelentés. Azért mondom, hogy kell, mert 2013-ban ugye világbajnok lettél. Igen, csak egy másik súlycsoport és egy másik mezőny lesz most 58-ban. Uh-huh. És akkor így izgalmasabb a történet. Igen, kicsit más lesz, mint a VB. Na hát mi aranyat várunk tőled? Én is magamtól. Mm. Akkor ez a cél akkor. Persze. Mindenképpen akkor. Tehát az, hogy világbajnok vagy, akkor ezzel nem lakik jól az ember. Úgyhogy egy EB. Nem, és attól, hogy az ember világbajnok, nem feltétlenül kell tőle minden versenyen aranyat várni, mert főleg így, hogy ugye változnak a szabályok, változnak a súlycsoportok, és változik a mezőny is folyamatosan. Jó, csak ebéről 3 bronz, 1 ezüst. Azon dolgozunk, hogy legyen egy arany is. De mégis az is szép, hogy mindig ott vagy. Ott állsz a dobogon. Igen. Nem? Nem lehet megundni. Nem. De azért 2016 olimpia dobogó. Ezért dolgozunk. Az lenne de... igazából. Igen, és akkor egy... az lenne a pályafutás csúcsa, de még nem tervezünk ennyire előre, illetve nem gondolkozunk ennyire előre. Tudom, csak szűke mindig. Igen. Előre. Hát, ha megbírjátok állni, de hát nehezen tudom elképzelni, hogy ne tervezgessetek egy kicsit jobban előre, nem, Ákos? Nem, én sem nagyon érzek előre. Jó, de mivel... elmentek otthon valami szüleiteket, stb. Család, rokon, azért csak ez mindig téma, nem? Hát nem mindig téma, néha esetleg előjön, hogy hát persze oda még jó lenne kijutni, meg ott jól szerepelni, de ennyi, és akkor itt le is van zárva. Uh-huh. Fölösleges azzal foglalkozni, amit még nem tudunk befolyásolni. Uh-huh. Marian, akkor végül is az olimpiáig tudsz még fejlődni, vagy most meg csak arra kell vigyázni, hogy tartsd a formádat? Nem, hát fejlődni mindig van hova, mind technikailag, mind fizikálisan. Úgyhogy úgy gondolom, hogy még lehet fejlődni. Miben kell leginkább fejlődni? Hát lábvédésekben mindenképp, illetve mondjuk azokban a technikákban, ami a sajátom, azt mindenkinek, illetve mindenkin el tudjam adni. Úgy, hogy ők tudják, hogy azt fogod eladni. Igen. Mert ez a szép, hogy igen. Készülnek rá, és mégis eladod. Ez már szép, nem? Így van. De gyakorlod sokat edzésen. Tényleg egyáltalán itthon, te kivel tudsz készülni? Van megfelelő edzőpartnered? Hát nagyon, nagyon kevesen vagyunk, de hát szokták mondani, hogy szegény ember vízzel főz. Abból gazdálkodunk, ami van. Ákos, ezt hogy próbálod megoldani? Válogatott szinten is ezt a sarkalatos kérdést. Megpróbálunk minél többet külföldre menni, amennyit csak lehet, és olyan edzőpartnereket találni, akár a közelbe, akár távolabb, mint például itt jelen esetben volt januárban ugye Amerikában, akikkel lehet modellezni azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorolunk.
Mikor mentek edzőtáborról legközelebb? Itt legközelebb majd március elején. Mennyi időre? 10 napra. 10 nap. Hát az fogyasztható. Március elején a világkupa előtt. Azért megérte birkózónak átmenned, ugye, egy judóból? Persze. Főleg így, hogy azért 8 érmem van, ugye, ráadásul az Ákost, és itt ismertem meg. Én sose bántam meg, hogy váltottam. De ráadásul most már azért egyre több helyen elismerik az eredményeit a birkózóknak. És gondolok, hogy rád is, meg másokra is, most már egyre több helyre kaptok támogatást, segítséget. Igen. Azért ez nem mindig volt így, főleg te aztán tudod, hogy mikor indult a női birkózás. Igen, mindenki igen. Csak... Igen, csak legyintett, hogy jó, hát játszogatnak. Igen, igen, igen. De azért most már van egy-két cég is, ugye, aki ugye felkarol benneteket. Igen. Most már akkor úgy... Azt lehet mondani zárásképpen, hogy tényleg igazi profiként most már csak a sportágra kell koncentrálnotok? Igen, mondhatjuk. Mondhatjuk, igen, hogy csak a felkészüléssel kell foglalkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.